Tavaly a vasvári lány röplabdázói Brnóban, a krúdi fiúkos arasai Belgrádban vehettek részt az iskolai világbajnokságon, idén pedig a nyíregyházi Móricz lány röpisei képviselik a magyar színeket az ISF Porecsi rendezvényén. A Moravszky Gyuláni által irányított együttes az elmúlt évben a nyíregyházi diák olimpiai döntőben megszerzett aranyéremnek köszönhetően utazhat Horvátországba. Diákolimpiát nyerni is nagyon fantasztikus, hát még hogyha következő lépésként az U15-ös, most ebben az esetben ugye röplabdás lányainkat tudjuk küldeni a világbajnokságra, és az iskolát fogják képviselni, Nyíregyházát és az országot. Nagyon fontos, hogy egy kicsit vissza tudják ők is adni azt a támogatást, amit az iskolájuk folyamatosan nap mint nap biztosít, hiszen itt a pedagógusok, az igazgatótól, a testnevelő tanárig mindenki támogatja őket nap mint nap, hogy sikereket érjenek el. A Móricz intézmény vezetője szerint az elmúlt években elvégzett munka eredménye a világbajnoki részvétel. A tehetséggondozás minden iskola életében fontos szerepet tölt be. Ezen a rendezvényen való részvétel ennek egy kézzelfogható eredménye, amit az iskolánk az utóbbi időben végzett tevékenysége alapján elért. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola képviselheti Magyarországot, Nyíregyházát, a megyénket ezen a világjátékon. A világbajnokságon 14 ország képviselői vesznek részt. A diákolimpiákon csapataival 36 aranyérmet szerző Moravszky Gyuláni először szerepelhet VB-n tanítványaival. Mi nagyon várjuk a megmérettetéseket, és azt gondolom, hogy nagyon nagy élmény lesz számunkra ilyen országok ellen játszani, hiszen még nem volt lehetőségünk, hogy például egy Csille vagy egy kínai csapattal megmérettessük magunkat. Tehát nagy az izgalom, készülünk nagyon rá, és nagyon bízunk benne, hogy eredményesen fogunk szerepelni, és nagyon sok élményt élünk haza. A csapat kapitánya elmondta, hogy napi két edzéssel és nemzetközi felkészülési meccsekkel hangoltak a világbajnokságra. A csapat az nagyon jó hangulatban van, és nagyon bízunk benne, hogy minél jobban fog sikerülni az U15-ös iskolai világbajnokság. Nagyon aktívak az edzések is, délelőtt is, délután is, az egész csapat, nagyon jó a közösség, és reméljük, hogy a dobogóra is sikerül felállnunk. A csapat szombaton kell útra Horvátországba. Addigra a pénteki sorsoláson az is kiderül, hogy milyen ellenfelekkel szemben kell helytállni a Moravszky Gyuláni együttesének.